színes eseménnyel zárták a tavalyi évet a gazdák, termelők. Zentán gazdanapokat tartottak decemberben. A helyi sportcsarnok megtelt dekoratívabbnál dekoratívabb standokkal. Vajdaság minden területéről érkeztek kiállítók, értékelték az évet, tapasztalatot cseréltek. A magyar kanizsai Kovács Mária igazán szokatlan termékkel mutatkozott be a zentai gazdanapon. Mint mondta, tudomása szerint Vajdaságban egyedüliként termeszt sáfrányt. A mutatós fűszer, illetve gyógynövényből készült tea gyulladás csökkentő, hangulatjavító tulajdonságáról ismert. A sáfrány az nekem másodéves telepítés. És hát tavaly nem volt annyi, hogy valamivel meg tudtam volna jelenni, és nem is volt gazdanapok szerencsétlenségünkre. Idén már van annyi, hogy el tudtam meghozni, megmutatni. Ez az idei év, ez ilyen ismertető jellegű év lenne, mert mindenki úgy tudja, hogy leves színezéssel való ez a sáfrány, de nem csak arra való, mert nagyon sokrétű a hatása. Sok oldalúan lehet felhasználni. Nagyon jó antidepresszáns, és nem lehet függővé válni tőle. Utána rákkeltő sejtek burjánzását akadályozza. Görcsoldó hatása nagyon-nagyon jó, menstruációs görcsöknél nagyon javasolt. Gyulladás csökkentő hatása is van, tejaként természetesen ezt úgy kell inni. Borászatban egy-két bibeszál 200 liter fehér, gyengébb minőségű fehérbort föl tud javítani. Lekvárok befőzésénél tartósítószerként nagyon-nagyon hatékony. Utána pattanásokat eltüntetik, egy kis bazsalikom levéllel összekeverve, és még sorolhatnám. Honnan jött az ötlet, hogy a sáfránnyal kezdjen el foglalkozni, illetve annak termesztésével? Internetet nagyon szeretem. Ott találtam, ott akadtam rá a sáfrányhagymákra, és láttam, hogy nagyon sok munka van vele, de annyira szép, és annyira sok oldalú a hatása, hogy úgy gondoltam, hogy akkor elkezdem és csinálom. Van-e, hogy úgy fogalmazok, konkurencia ezen a téren? Azért én még ilyenről nem is hallottam itt Vajdaságban, hogy valaki ezzel foglalkozna. Tud esetleg ön arról, hogy mások is termesztenének sáfrányt? Vajdaságban én sem tudok senkit, aki ezzel foglalkozik. Valahol Szerbia és Koszovó határán, fönn a hegyekben van még valaki, akivel úgy néha kapcsolatban vagyok, akik egész más módon használják föl, ők ilyen fürdősóba, meg mit tudom én, milyen dolgokba rakják bele. Magyarországon vannak többen. De itt Vajdaságban nem tudom, hogy lenne valaki. És azt hogyan kell elképzelni, mekkora területen foglalkozik ön ezzel, milyen munkát igényel ennek a növénynek a termesztés? Most nagyon kicsi területem van nekem, de annyira jó, hogy ez szaporodik. Tehát mint a narcisszhagyma, úgy szaporodik. Minden évben nem kell átültetni, 4-5 évenként kell szétültetni őket. A munka nagyon sok vele, mert a területet, amin van, tisztán kell tartani, tehát gyomtalanítani. Egész évben tisztán kell tartani. Nyáron, hát úgy mondjam, május közepe felé visszahúzódik a sáfránynak a levele, akkor elkezd pihenni. Egész nyáron békén kell hagyni, nem szabad locsolni, se semmit sem kell vele csinálni, nagyon tűri a szárazságot. Jó dolog. És akkor ott valamikor szeptember utolján, október elején kell elkezdeni locsolni, mert akkor ő már bújik kifelé, és októberben virágzik. És amikor kivirágzott, akkor azt nagyon gyorsan mindent le kell szedni, és ebben az a nagy munka, hogy azt nem szabad ott hagyni, tehát nem, meg kell csinálni, akkor egész nap szedni kell. Tehát rövid időn belül le kell szedni, ki kell dibézni, meg kell szárítani. És ez nagyon sok munka. És milyen árban tudja értékesíteni?
akik értékelik, azok elfogadják, mondjuk 30 szálbibe, az 300 dinár, de ez 10 napos teakúra. És 3 szál, az 2,5 deci vízzel leforrázva, egy tea. Hasonlóan különleges portékát árult Snopcsek Berkec Jutka is. Az óbecsei termelő a sárga barackból, illetve a bírsalmából készült termékek mellett pitypang szirupot is kínált a vásárlóknak. Nagyon kelendőek voltak ezek, az első napon túl is adott a többségén. Családi vállalkozás, tulajdonképpen egy kis gazdaság, mezőgazdaság, gyümölcsészettel foglalkozunk, immár 6. éve, szülői örökségből vettük a gyümölcsészetet, ez a 6 év alatt igyekeztünk áttérni a biotermesztésre, közben megdúsítottuk egy kis földi epertermesztéssel, és a nem eladott gyümölcsökből, amit nem értékesítünk a piacon, abból készítsük a lekvárokat és szörpöket, meg természetesen egy kis pálinka és diólikör megtoldásával. Mennyire elégedettek az idei évvel? Ez változó. Tehát ugye nagyon sokban hozzájárul az, hogy milyen időjárás van. Sajnos ugye tolódik a tavasz kezdete minden évben később és később, viszont a barack, főleg barack, sárga barackot termelünk, ők viszont ugye a korai virágzással indulnak, ezáltal kicsit megtizedeli a termést, viszont mivel, hogy biotermesztésről beszélünk, vannak technológiák, ami által ugye meg lehet menteni a barasznak a egy részét, majd így mondom. Tudtak-e bármilyen pályázaton részt venni, van-e lehetőség erre? Nagyon kicsik vagyunk, ezáltal nincs túl nagy anyagi háttér, úgyhogy nem is igazán szoktunk pályázni. Próbálunk terjeszkedni, de egyelőre önerőből. És milyen termékekkel készültek a mai, illetve a tegnapi kiállítás? Hát tegnap még volt eper és baraszlekvárunk is. Az sajnos elfogyott, vagy hál' Istennek elfogyott. Ma most már csak bírslekvárunk van, bírsszörp, eperszörp, kajsziszörp. És amit még külön csinálunk, az a pitypang szirup. Ez pitypangnak a virágjából készül, cukorsűrítménnyel. Külön technológiája van, ami alapján megmaradnak az ásványi anyagok és különböző vitaminok benne. Nagyon jó immunerősítő, májtisztító, tüdőre, tüdőbetegségekre nagyon jótékony hatással van. Úgyhogy meg hát maradt még egy kis pálinka és diólikör. Az egyik stand roskadásig volt ribizliből készült finomságokkal. Síposség fél hektáron termesztik a gyümölcsöt Topolyán. Mint mondták, munkaigényes, de a munkájuk a hivatásuk, így nem esik nehezükre. Van egy félholdas ültetvényünk, ribizlit telepítettünk bele. A Prosperitáti Alapítvány segítségével jutottunk ehhez a lehetőséghez, és 2300 bokorral kezdtük. És azóta szépen fölfejlődtünk. Most ugye sokan mondják, hogy hát azt le is kell szedni, földolgozni. Igen, van vele gond, időigényes nagyon, de azt tapasztaljuk, hogy a termékeinket igen, sokan szeretik, vásárolják, megkóstolják, visszajönnek, eddig még csak pozitív hozzászólásokat kaptunk. Milyen termékeket árusítotok konkrétan? Sorolj fel néhányat. Ribizliből nagyon sokféle terméket állítunk elő, köztük lekvárt, bort, likőrt, pálinkát, mint gyümölcsként is szoktuk értékesíteni, amikor ugye annak szezonja van. De emellett még kelendő a rózsaborunk és rózsalikőrünk, ez is a fő termékeink közé tartozik. De még nagyon sokféle bort és likőrt készítünk. Ide tartozik a jostabor például, ezt
ez nagyon megosztó, mert ugye ezt vagy szeretni kell, vagy ugye az ember nem szereti. Van még csipkebogyóborunk is, ebből készítünk pálinkát is, ami ezüstérmes lett a Topolyai Expo-n. Hozzáteszem, a ribizi pálinkánk meg aranyérmet nyert el. Likőrből pedig van 10 féle, ebből is itt is itt megtalálható a ribizi likőr, piros és fehér változatban. Emellett van levendula, menta, málna, ánis likőr, szőlő, dió, megy. Nehéz 2021-es évet tudhatnak maguk mögött a vajdasági termelők. A késői fagyok, illetve a nyári szárazság megtizedelte a termést. A török kanizsai Szabó Róbert fűszerpaprikát, illetve héj nélküli tököt termeszt. Ő is terméskiesésről számolt be, az értékesítési árakkal azonban elégedett. Nem lehet dicsekedni az idei évvel, tehát a tök az feles termés lett. A paprika ottól öntöztünk, ott egy olyan 9 tonna termést tudtunk megvalósítani holdanként, ahol nem öntöztünk, ott olyan 4 tonna termést tudtunk megvalósítani holdanként. És az értékesítési árral elégedettek-e? Elég jó az értékesítési ár, a töknek kompenzálja egy kicsit az árát, tehát nem teljesen, de valamilyen szinten kompenzálja az árát, tehát a terméskiesést. Paprika meg direkt jó ára volt az idén, tehát 65 dinárt adtak a martasi feldolgozók, úgyhogy én nagyon meg vagyok elégedve az idei évvel olyan szempontból, tehát az árakról. Tehát azt tudni kell, hogy a munkabérek azok nagyon fölmentek, a termelési költségek is nagyon fölmentek, úgyhogy hát lehet, hogy nincsen több pénzünk, tehát több pénzt fordítottunk meg, több pénzünk, tehát nyereségünk nem sokkal több, vagy nem több, mint más években, csak nagyobb pénzmennyiséget fordítottunk meg az idén is, megy az élet tovább, jövőre újra fogunk paprikát vetni, újra fogunk tököt is vetni, úgyhogy nem adjuk fel a várat egy könnyen. És hol tudják egyébként értékesíteni ezeket a termékeket? Külföldi kivitelben gondolkodnak-e? Hol tudják értékesíteni? Tehát a paprikát főleg nyersen szoktuk értékesíteni, mivel vannak martoson feldolgozók, tehát meg az Alevával van szerződésünk. A tököt pedig hajdújáráson szokták megvenni a Szincsukrétba, úgyhogy tehát a piac az van, tehát el lehet adni a tököt is, meg a paprikát is, úgyhogy az eladással nincsen gond. Hát mivel tehát töktermesztéssel foglalkozunk, ez ilyen hobbi szinten sajtolunk egy kis olajat, és kicsomagolunk kis tökmagot, és akkor így barátkozunk az emberekkel, tehát a barátainkkal, meg néha ilyen rendezvényen részt veszünk, és akkor ha az ember mindig kint van a határban, nem lát embert, akkor van egy kis termék, akkor ki lehet jönni, és akkor és egy kis pénzt is lehet keresni értelemszerűen. Úgyhogy a paprika, az pedig úgy történik, hogy szedjük a vetémagot, a paprika vetémagot szedjük, és tehát a húst, hogy ne dobjuk ki, abból egy fűszert készítünk, ami szerintem elég jó minőségű, igyekszünk minőséget előállítani, úgyhogy finom. Gondolom én. Nem, hogy gondolom, mert dicsérik. A termelők mellett természetesen a kézműves kiállítók is helyet kaptak. Ékszerek, illatos szappanok, dekorációk is sorakoztak a standokon. Az Entai Napok zárónapjának attrakciója a házi torták, sütemények és hidegtálak versenye volt. Szebbnél szebb alkotásokat sorakoztattak fel.